Továbbra is sok a szabálytalanul közlekedő autós Szekszárdon a Garai téren. A kamerarendszer augusztus 1-e óta már élesben működik, és az engedéllyel nem rendelkezőknek 30 000 forint büntetést kell megfizetnie. Gyurkovics János alpolgármester elmondta, nem a bírságolás a cél, csupán a törvényes rendet szeretnék betartani, hiszen sétáló utca lévén a biztonságra és az állagmegóvásra törekszenek. Gemenc nagydíj kerékpáros verseny előtt itt az utcába a megreperezett és eltört kövek kijavításra kerültek, ott 66 000 forintba került egy négyzetméter. Gyakorlatilag hangsúlyozom, hogy ez nem arra való, hogy itt ilyen nagyfokú közlekedés bonyolódjon le, de aki jogosult, aki itt árut tölt fel különböző egységekbe, azoknak megvan a szabályzott behajtási lehetősége. Az eddigi tapasztalatok egyébként javuló tendenciát mutatnak. Amíg augusztusban egy hét alatt 504 szabálytalan behajtó volt, addig ez a szám szeptember közepéig 107-re csökkent. A legtöbb szabályszegés egyébként a piaci napokon fordul elő, mondta el az alpolgármester. A közüzemi szolgáltatók azok egy regisztráció alapján folyamatosan behajthatnak, akiknek nincs engedélye, az 400 forintos egyszeri regisztrációs díj mellett megkaphatja, a hivatal gyorsan elbírálja. Az ideiglenes engedélyeket az önkormányzati hivatal 74 504 106-os telefonszámán lehet igényelni.